Szóval sziasztok! Mai kis videómban a tárcsákról lesz szó. Mutatok egy ellenpéldát, és mutatni fogok majd egy jó példát. Mégis a lényeg a tárcsüvegnek, ugye? Tárcsüvegt akkor használunk, hogyha nagyobb távolságra szeretnénk lövést leadni, találatot elérni, amit már ugye elvileg már a csapóirányzéka vagy a dioptriára nem tudunk elérni. Viszont ehhez a céltávolsághoz érdemes egy jó légfegyvert is választani. Ugye a távcsővel tudjuk látni a célképet, rengeteg mérete van, de mégis amiről oda kell figyelni, az a megfelelő minőség. Ergo nem minden esetben szabad olcsót venni, azért, mert erre a példa, ez egy 15 eurós céltávcső, ez a Jumarex gyártmányú. És egészen pontosan mutatom azt, hogy így. 3,7-szer, vagy van? 3,7-szer 20-as. Még image moving, ami azt jelenti, hogy ezzel a kis állító csavarral lehet magát a fókusz távolságát beállítani. Ugye itt meg lehet szépen a távcsőt pontosabbá tenni. Egy rohadt nagy baja van. Az, hogy akárhogy is próbáljuk a céltávcsőnket gyönyörű szépen belőni, második, harmadik lövésre gyönyörű szépen ez a rész, mivel nem olyan erős, ez szépen elmozdul és faszául, a célképünk elmegy a picsába, kezdhetjük újra a beállítást. Ki fog térni majd a beállításokra is. Ugye ez a puska úgy voltam vele, hogy felkészítem a field targetre, na most van egy apróság ebbe a történetbe, azt jelzi, hogy a fegyver 50 méterig nem viszel. 25 méterig, talán a 30-at még be lehet vele kalkulálni, de 50 méterig ez a puska nem viszel. Úgyhogy ez a puska gyakorlatilag csak arra tud szolgálni, hogy én a lőtéren szórakozzak vele. Plusz a falomon jól mutat. Úgyhogy ez egy olyan módja volt, mint Edisonnak az egyik villanykörtét, hogy hogy ne csináljon villanykörtét. Hát ez egy olyan tipikus példa, hogy ne készítsek fel field targetre egy puskát. Ráadásul ugye itt van az a gyönyörű szép villanyhalvány, amivel el is csesztem a dizájnt. Ez itt marad rajta, mert ugye ez erre a fegyverre lett véve. Azt nem mondom, hogy 25 méterig nem lehet fel a lövést leadni, de hogy a távcsővel szívni fog az ember, az biztos. 15 eurós távcsőről veszek, 4500 forint. Nem szabad megvenni az ilyenfajta távcsőveket, akármennyibe is kerül. Mert ez a belső, ez a középső része, ami ugye tartja magát az egész optikát, és a belső részét ugye, hogy keresztül nézünk rajta, az úgy meg fogja adni magát, mint a húzat. Maga a beállítás és a sokadi beállítás után már nem úgy kattan a rasnyi szerkezete, ahogy kellene. Ezt próbálom demonstrálni. Ez már nem olyan. Nem akarom lejárni a terméket, de ez elrettentő példán mutatom meg nektek. Jön a másik példa. Ez már egy Luger márkájú céltárcső. Ez egy kicsit komolyabb történet, ez 60 euróba került. Ugye van hozzá egy normál átlátszó védősapka, ami egy színezett üvegből van, lehet szépen gyönyörűen de töké. Ugye ezen is keresztül lehet szépen gyönyörűen nézni. Lehet látni a szememet. És mindig van benne, hogy 5 fok. Na mindegy.
Tehát ez a Luger tárcsú, ez 59 euróba került. Ez már ugye megállja a helyét a légpuskákon. Maga a felfogatási módja is teljesen más a montázsa. Ugye van egy alap teste a történetnek, ugye amit van, és utána pedig maga a két kengyel le lehet leszorítani a távcsövünket. Ez a két kengyel belseje érdesített, de nem annyira érdesített, hogy tönkre csesszük rajta a felületkezelést. Ugyanakkor ezen is szépen gyönyörűen be lehet állítani a szemünkhez mérten a fókusztávolságot. 432-es nagyítással rendelkezik. Hát én belnéztem, hogy durva 100 métert található háztömböt ablakon keresztül. Elég éles képet ad szemben a Zumarexével. Felszerelésekor arra kell nagyon ügyelni, hogy lehetőséghez mérten ugye a 11 mm-es szerelék simbe a karmok jól illeszkedjenek, mert ha nem jól illeszkednek, akkor bizony le fog esni a céltávcsőnk, és nem fogunk tudni rendes beállítást elérni vele. Sokan kérdezik azt, hogy hogyan kell egy céltávcsövet légpuskán beállítani. Utána én elég sok hajmeresztő megoldást olvastam, láttam YouTube-on, fórumokon olvasgattam. Elég sok ember csinálta azt meg, hogy szabad kézből ráállít a célpontra, hú, nem jó, erre visz, arra visz. Aki laikus, mert még én is annak számítok, hiába lebegtetem a szárnyaimat a lőtéren, az csinálja úgy, és ez egy biztos, ez egy holtbiztos tuti megoldás. Úgy kell előzíteni a fegyvert a lőtéren, egy fix pontra, vagy a kertben, oly mindegy, hogy egy fix ponton megálljon a fegyver. És úgy, hogy magát a fegyvert meg tud tölteni. Amikor ez megtörtént, a lerögzítés és nem a megtöltés, akkor az adott távolságra, amire be szeretnénk állítani, esetemben majd 50 méter lesz, akkor ki kell rakni a lőlapot, egy A4-es lőlapot, vissza kell szépen sétálni a fegyverhez, meg kell tölteni. Azért érdemes a tárcsőbe belenézni, hogy jó helyre tettük-e a lőlapot vagy sem, mert hogyha nem jó helyre raktuk, akkor éppenséggel semmit nem érünk el vele. És utána szépen le kell vele adni a lövés, úgyhogy a fegyver nem mozduljon el. Amikor lerögzítettük, érdemes azért még a pár vonalat körbe húzni a fegyveren, hogy azért mégis tudjuk, hogy pontosan vagyunk el vagy sem. De egy jó változom szorítóval gyönyörű szépen el lehet rögzíteni a fegyvert, úgyhogy bűnös életben el fog elmozdulni neked. Na most utána, mikor ezzel megvagyunk, leadtuk a lövést, hogy ezzel a két csavarral hosszú és kereszt irányba lehet, most viszintes irányba lehet állítani. Ezzel szépen gyönyörűen ráállítjuk pontra a célkeresztet. És ha ezzel meg vagyunk, akkor ismételten leadunk vele egy lövést. És hogyha a pontot találta el, akkor azt mondom, hogy már pontos a fegyver, de hogyha a ponttól számított olyan jó fél centire csapódott be a lövedék, akkor valószínűleg a fegyver már időközben elmozdulhatott, ezért érdemes vele még egyszer megpróbálni. Azért mondom, ez egy biztos megoldás, van, aki szabad kézből gyakorol, elővel a fél dobozijából, akkor sem fog vele mit elérni. Plusz még arra hívnám fel a figyelmet, hogy van ugye ez a szép verseny, amit úgy hívnak, hogy field target. Na most ugye ez a puska, az előző videómból, amit előtére éles teszten mutattam be, ott már megpecsételődött a sorsa. Ugyanis az ilyen dugós puskák csak is field target lesznek alkalmasak, akárhogy is nézegetjük őket.
Úgyhogy szerintem érdemes ezt lábjárbe szermányolni és filtergetre felkészíteni így módon. Plusz még, amit a fegyver fog kapni, az egy nagyon szép és normális, igényes villaláb, mert az alkalmazható a filtergetbe. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, sziasztok!